A fórumon elhangzott, hogy Torockai László túlzásnak tartja a kormány soros kampányát, azt viszont elképesztőnek, hogy az egyik kereskedelmi televízióban Soros Györgyöt egy végtelenül jószándékú kisnyugdíjasnak titulálják, aki az egész életét kőkeményen végigdolgozta, ebből lett egy pici vagyonkája, amiből jótékonykodik. Arról, hogy kis ez az ember, ő maga már az ezredforduló előtt néhány évvel írta a Magyar Fórumban, tette hozzá. Soros György ezzel szemben egy spekuláns, egy olyan pénzember, aki számos országot a világon, Ázsiától kezdve Dél-Amerikáig tönkretett, rengeteg ember fölkötötte magát, mert kiforgatta a saját vagyonából, hitelekkel és egyebekkel embereket hogy tettek tönkre, hogy támadta meg a fontot Angliában, és a többi, és a többi, saját pénzügyi gazdasági céljai miatt. Na hát, én most így 22 évvel később, lassan 40 éves leszek, sem mondhatom önöknek azt, hogy Soros György egy ártatlan és ártalmatlan idős bácsi, aki csak jót akar ennek a népnek. Hosszasan beszélt még az ásotthalmi polgármesterként szerzett tapasztalatairól az illegális bevándorlással kapcsolatban. Mint mondta, szerinte ő az egyetlen olyan magyar állampolgár, aki ha reggel kinéz a háza ablakán, akkor a határon futó kerítést látja, hiszen a tanyája pár méterre van Szerbiától. A határzárat kifejezetten fontosnak tartja, sőt a határőrség visszaállítását is szükségesnek vélni. Az Európai Unióban az egyetlen olyan tagállam vagyunk, amely schengeni határ szakaszsal rendelkezik, és nincs határőrsége. Hát ilyen nincs az Európai Unióban. A Gyurcsányék azért szüntették meg a határőrséget, hogy legyen elég rendőr tüntetőket verni. A Makói Fórum Torockai László országjáró körútjának egyik állomása volt, ahol közel 30-an vettek részt. A Jobbik alelnöke mellett dr. Kis Attila országgyűlési képviselő jelölt is bemutatta a párt programját.